Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 114 ezeren adóznak a NAV adatai szerint. Ezek közül az adószámmal rendelkező magánszemélyek száma a legmagasabb, ők megközelítőleg 73 ezeren vannak. A társas vállalkozók 19 ezeren, míg az egyéni vállalkozók 22 ezeren választották az adott vállalkozás típust a megyében. Az adónemet váltóknak egy adatlap kitöltésével kell bejelentkezniük az új adózási formába. A gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozók évvégéig dönthetnek arról, pontosabban december 21-éig, hogy megtartanak-e egy-egy adónemet, amiben adóznak, illetve elhagyják ezt az adónemet. December 21-e az a határidő, ami jogvesztő egyébként az evások számára is. Akik ezt az adónemet szeretnék választani a következő évtől, azok december 21-ig egy adatlap kitöltésével jelentkezhetnek be erre. Illetve a kívánsok, akik egész évben választhatnak adónemet, ők is dönthetnek arról, hogy elhagyják, vagy megtartják ezt az adónemet, de természetesen ők az év további szakaszában is választhatják ezt az adózási formát. A kisadózó vállalkozások tételes adója, azaz a kata szerint adózók számára a kötelezettségeket tekintve a december nem különbözik a többi hónaptól, mondta el Magyar Norbert. Hozzátette, a kiva, azaz a kisvállalati adózók egész évben választhatnak adónemet, így őket sem érinti a december 21-i dátum. Általában az adózók egy-egy adónemben meg szoktak maradni, tehát egy vállalkozás, amely bejáratott adózási forma szerint adózik, az nem szokott évközben vagy év végén más adózási formát választani. Ez azokra a vállalkozásokra jellemző, akik évközben jönnek rá arra kezdő vállalkozóként, hogy nem a megfelelő adózási formát választották ki maguknak. A decemberi feltöltési kötelezettségeknek szintén az év utolsó hónapjában kell eleget tenniük az érintetteknek. Ez a társasági adót, az energiaellátók jövedelemadóját, az innovációs járulékot és a reklámadót jelenti.